Fontos kérdés, hogy hogyan kommunikáljunk az otthoniakkal, ha eljöttünk Angliába, és ugye 2000 kilométer választ el egymástól minket. Nagyon fontos, hogy ugye mai világban internetre is szükségünk van. Ezzel általában az ember nem úgy kezdi, hogy megérkezik valahol és előfizet internetre, mobiltelefonra, vezetékes telefonra, mindenre. Tehát elmondok néhány praktikát, hogy mivel érdemes foglalkozni. Az első és nagyon fontos dolog, hogy könyvtárakba, ha bemegyünk, ingyenesen internetezhetünk, tehát nyugodtan el lehet menni könyvtárakhoz, be lehet jelentkezni, és ingyen lehet internetezni, amelyek fel vannak szerelve multimédiás eszközökkel, és tehát ha úgy van, akkor még Skype-olni is lehet az otthoniakkal. Telefonálni, ugye feltöltős kártyát bárhol lehet kapni, tehát ez egy nagyon jó dolog. És amit én még javasolnék, hogy lehet kapni olyan telefonkártyákat, ami gyakorlatilag olyan, mint egy kaporos sors, hogy le kell kaparni a hátulját, van rajta egy kód, ez egy pár fontos kártya egyébként, tehát ezt újságosnál, postahivatalokban lehet venni. Különböző nevük van, tehát azért nem sorolom most föl, ezek ilyen nemzetközi hívókártyák, ezeket le kell kaparni, ennek van egy sorszáma, és amikor akár mobiltelefonról, akár vezetékes vagy fülkéből, bárhonnan telefonálunk, ha ezt a kódot beütjük, akkor gyakorlatilag nemzetközi hívást bonyolíthatunk iszonyatosan olcsón. Tehát én azt gondolom, hogy ezt érdemes mindenféleképpen figyelembe venni, hogy mert azért mobiltelefonról hazatelefonálni rendszeresen, vagy vezetékesen elég sok, de ezekkel a kártyákkal használva a mobiltelefonunkat, vagy az utcai telefonfülkét, vagy bármilyen vonalast nagyon jó áron lehet hazatelefonálni, és ez simán meg lehet vásárolni bárhol, tehát nem egy nagy költséges dolog, de nagyon sokat segít. Beszéljünk egy picit a vallásról. Ez azért fontos, mert hogy ez egy olyan ország, ahol mindenféle vallás megtalálható, és sokkal nagyobb hatása van a társadalomra, mint azt gondolom Magyarországon. És ez bizonyos szinten furcsa is lehet. Ugye ami a legutóbb volt, és a múlt héten fejeződött be, az a Ramadán. Tehát, hogy a muszlim vallásúak gyakorlatilag egy hónapon keresztül nem esznek és nem isznak napkeltétől napnyugtáig. És ez azért fontos, mert adott esetben, hogyha van egy ilyen kollégánk, vagy akár egy orvos, vagy bárkivel, akivel beszélünk, és kiderül, hogy muszlim, akkor ugye a vallását egyrészt tiszteletben kell tartani, másrészt pedig könnyebben megértjük aztán, hogy miért kimerült, miért fáradt, miért néz ki, mint ha beteg lenne, hisz egy hónapon keresztül, ahogy említettem, reggeltől estig, tehát szigorúan napkeltétől napnyugtáig ők nem ehetnek, nem ihatnak semmit. Egyetlen egy esetben ihatnak, de csak vizet, akkor, hogyha már rosszul vannak, vagy betegek. A Ramadán alól kivétel egyébként az öregek, kivételek az öregek és a kiskorú gyerekek. Tehát ez fontos, értsük meg őket, hogy ők másféleképpen élik ezt meg. Érdekességképpen vannak a turbános személyek, ezt lehet, hogy sokan nem tudják. Nekem azért volt szerencsém ezt megtudni, mert hogy volt ilyen tanítványom is. Ők azért hordanak turbánt, ők egyébként a sziki valláshoz tartoznak, mert hogy ők úgy élnek, hogy a hajukhoz és a szőrzetükhöz születésüktől kezdve nem szabad hozzáérni, ahogy őket a úr megteremtette, ő nekik úgy kell megnőni. Tehát gyakorlatilag a turbánba van föltekerve a hajuk, ami születésük kezdetétől fogva nő, és soha nem volt, és nem is lesz levágva, illetve az óriási nagy szakálluk, hogy azért van a férfiaknak, mert azt sem érinthetik. Érdekességképpen ez a vallás egyébként megengedi, és ezt gyakorolják is, hogy mind a férfiak, mind a nők kést, kb. Ilyen nagyságú kést, furcsa hajlított alakú kést hordanak maguknál. Ez csupán csak önvédelem szempontjából, de vallásuk része ez is. Ez is érdekes, hogy hát ha így könnyebben megértjük őket. És én azt gondolom, hogy ez szépsége az országnak egyébként, hogy ennyiféle kultúrával találkozunk, tehát én kívánom, hogy te is ismerkedjél meg mindenféle ilyen személye. Mi voltunk, szerencsénk volt indiai esküvőn is, de ez egy másik dolog, erről most nem kívánok beszélni, ez egy személyes tapasztalat, de óriási élmény volt, mi voltunk gyakorlatilag a több mint 400
indiai fekete ember között fehérek, és hát hihetetlen örömmel és tisztelettel fogadtak minket. Kívánom, hogy legyen benne részed. Többen kérdezték tőlem, hogy hova érdemes, hogy érdemes eljárni, kirándulni, vagy milyen programok vannak. Én amit tudok ajánlani, csak készítettem neked egy ilyen kis csomagot fogsz kapni te is, ha esetleg úgy gondolod, hogy belépsz. Mi beléptünk egy úgynevezett National Trust nevű szervezetbe, aminek van egy éves tagdíja, ami nem olyan nagyon sok, de nekem meg fogom mutatni majd nem sokára az e-mail címét is, meg a honlapjukat is. És gyakorlatilag, ha ebbe belépsz, akkor kapsz egy membership kártyát, amivel az országban több mint 600 kastély, régi kúria, várak vannak, amelyekben onnantól kezdve aztán ingyen járhatsz, és ingyenes a parkolója, mindene. Tehát én azt gondolom, hogy ebbe érdemes belépni, mert ez ad egy olyan kulturális lehetőséget, hogy ingyen. Tehát gyakorlatilag, ha már kettőnél többet bemegyünk egy évbe, akkor már jobban jövünk ki, hogyha megnézzük a tagdíjat. Tehát én érdemesnek tartom, hogy egy ilyenbe lépjünk be, és akkor nincs az, hogy hát nem tudunk hova menni a hétvégén, vagy mégis mit csinálunk. Óriási kulturális töltődést tud adni, és hát megismerteti az angol kultúrát velünk. Jó, tehát ha valaki kirándulni szeretne, a National Trustot mindenképpen ajánlom. Bankszámla, nyitás, credit history. Nyilván, ha valakinek már van munkája, akkor könnyebb bankszámlát nyitnia. Szerződést bemutatják, és akkor ilyen formán azért működik a dolog. A credit history az annyit jelent, hogy ha valakinek szüksége van akár csak egy bankkártyára, vagy akár valamiféle hitelre, akkor visszamenőleg a bankoknak van egy egységes rendszere, amiben mindenkiről benne van az összes fizetési morál, tulajdonképpen nem tudom, hogy fizetni, hogy mennyire volt elmaradva a számlával, mikor, mit, hogyan fizetett, mennyi volt a bevétele, minden. Tehát gyakorlatilag, ha valakinek szüksége van valamilyen segítségre a banktól, akkor megnézik a credit historiát, és ennek megfelelően bírálják el. Tehát nincs az, mint Magyarországon, hogy a bankvezető, bankmenedzsernek jobba kell lennie valakivel, és ő majd segít, hogy hitelt kapjunk. Ez nem így működik, tehát ha valaki jól teljesítette mondjuk az elmúlt időszakban, elmúlt években a fizetési kötelezettségeit, akkor ezt a rendszer automatikusan kiadja, hogy ő milyen összegre jogosult. Ez egyébként ahhoz is vezetett annak idején, hogy jelentősen lecsökkentették a bankoknak a személyzetét, de ez egy teljesen reális dolog, és nincsen benne személyes, illetve akár lehetőség arra, hogy valakinek kedvezőbb esélyt kapjon a bank vezetőtől, menedzsertől, mert mondjuk őt esetleg éppen ismeri. Munkahelyek. Nagyon fontos, ugye kérdezik tőlem sokan, hogy hát hogyan csinálják Magyarországról, hogy már keressenek munkát, ne keressenek munkát. Nagyon fontos, hogy itt minden állás fönn van az interneten. Tehát ez azt jelenti, hogy ha már Magyarországon van valaki, akkor nyugodtan pályázhat angliai munkahelyekre, mert minden állást föl kell tenni minden munkáltatónak az internetre, megvan a megfelelő eljárása. Itt is ugye azért van, hogy próbálják kiküszöbölni, hogy ki kinek az ismerőse és ki hogyan, hova kerüljön be. Nem azt mondom, biztos, hogy erre is van példa, de alapvetően ez azért megpróbálják ilyen formán követni. Illetve ami nagyon fontos, hogy minden pozícióhoz kírják, hogy meddig terjed a fizetési határ, tehát nincs az, hogy elvárják azt az embertől, sokszor én Magyarországon voltam ilyen helyzetben, hogy azt mondták, hogy mennyi fizetést akarsz, és ez alapján döntötték el, hogy engem fölvesznek, vagy nem. Ha sokat mondtam, azért nem vettek föl, mert hogy ezt nem tudják megfizetni, ha keveset mondtam, esetleg akkor azért nem vettek föl, mert azt mondták, hogy nem értékelem magamat igazán jól. Tehát itt azért ez nem működik így, itt teljesen korrektül az interneten, mindenki megnézheti, mindenkinek ugyanakkora esélye van, és tudja azt, hogy milyen jövedelemre pályázik, tehát ezt az interneten meg lehet nézni. Tehát nyugodtan forduljunk az internethez, és onnan lehet elkezdeni már pályázatokat küldeni már Magyarországról. Közszolgáltatók, gondoljunk itt víz, villany, gáz és egyéb ilyen dolgokra, meg fogsz lepődni rajta, úgy ahogy engem vagy minket sokként ért, amikor megérkeztünk. Gyakorlatilag itt nincsen olyan, hogy mondjuk a vízműveknek, az elektromos műveknek, ilyesminek van egy irodája, ahova be lehet menni, és ott el lehet mindent intézni.
itt vagy interneten tudunk elintézni valamit, vagy telefonon. És akkor megint itt vagyunk annál, amit folyamatosan hangsúlyozok, a nyelvtudás. Gondold el, hogy problémád van mondjuk a víz művekkel, és nem úgy, mint Magyarországon, hogy akkor bemegyek az irodába, és az asztalra csapok, és elintézek mindent, itt nem tudod megcsinálni, eleve, mert nincs iroda. Másodszorban pedig nyelvtudás hiányában, ugye telefonon akkor mihez fogunk kezdeni. Na most, ugye eleve nem könnyű megtanulni egy idegen nyelvet, szemtől szembe beszélni valakivel, az igazán nagy lépés utána pedig a telefonos kommunikáció. Tehát gondoljuk meg kétszer, hogy valahova úgy elindulunk, hogy nincsen nyelvtudásunk, mert ha elmegyünk akár egy körzeti orvoshoz is, ott is nyelvtudásra van szükség. Én járok fordítani egyébként körzeti orvosokhoz, meg kórházokhoz, mindenhova is, oda hívhatnak, és akkor mondjuk ezt biztosítja az állam, hogy engem kifizetnek a magyar segítségére tolmácsként, de mondjuk egy ügyintézésnél ott nincsen segítség, tehát próbáljunk meg amennyit csak lehet megtanulni magyarul, és, illetve angolul, már Magyarországon, és ne gondoljuk azt, persze kint könnyebb megtanulni, ez így van, de alapok nélkül azért, ha nincs mire építeni, akkor nem fogunk tudni megtanulni. Tehát készüljünk fel arra, hogy minden telefonon fogunk tudni intézni, és minden interneten, illetve telefonon keresztül lehet elérni. Jó, tehát ez egy fontos információ, hogy nincsenek ügyfélszolgálati irodák. Mobiltelefonoknak, társaságnak egy-egynek van, amelyiknek nincs is egyébként, de nagy részüknek, tehát mint mondtam, közszolgálatoknak egyáltalán nincsen irodájuk. Egy rövid gondolat erejéig térnék ki a általános mondjuk adó morála, vagy egyáltalán a közjavaknak a megbecsüléséhez, illetve hozzájárulásához. Számomra óriási nagy meglepetés volt, és amit benne értem, félre ne érts, nekem sem tűnt föl. De ahogy hazalátogattam innen, az tűnt föl, hogy óriási palotákat látok mindenfelé, és belül, a kerítésen belül gyönyörű, csodálatos tisztaság, rend, fűlenyírva, minden abszolút a toppon, és a kapun kívül pedig már senkit nem érdekelt a történet. Mert onnantól kezdve azt gondolják az emberek, és én azt gondolom, hogy ez egy óriási nagy probléma, hogy a kapun kívül, ez már az önkormányzat területe, majd nyírja le ő a füvet, söpörjön föl, takarítson össze, ez már nem az én dolgom. Hát itt is így van, hogy az embereknek a közterületet, majd az önkormányzat csinálja meg mindent, de hát azért a kerítésen túl ott azért még lenyírják az emberek a füvet, ugyanúgy rendben rakják, mert magukénak gondolják. Tehát én azt gondolom, hogy ha ezt egy kicsit sikerülne kiszélesíteni, hogy a Magyarország, illetve a tulajdonok nem csak a kerítés határán belül vannak, hanem a kerítés határán túl is tulajdonképpen a miénk, és akkor próbáljuk meg azt is egy kicsit rendbe rakni, odafigyelni rá, és ne a másikra mutogassunk, hogy majd ezt az önkormányzat rendbe rakja. Persze ezek olyan kérdések, amikről hosszasan és órákat lehetne beszélgetni, de hát azért érdekes kérdés az is, hogy az adómorál az hogyan alakul, mert én amikor itt kezdetén ugye magyar mentalitással jöttem, elmentem én is vásárolni ide-oda, és ahol magánüzlet volt, megkérdeztem, hogy ha nem kérek róla számlát, akkor lehet-e olcsóbb. És hát mindenhol nagy szemekkel néztek rám, és azt nem értették a kérdést, és meg nem tudtam elmagyarázni, miért kérdezem ezt. Mert itt azt mondják az emberek, hogy hát befizetjük az adót, mert abból építenek majd aztán utat, abból nyírja a kormányzat, ugye, amiről beszélünk, a füvet, egyebet. Ez egy ördögi kör, hogy ha ugye nem fizetünk adót, akkor nem lesz az önkormányzatnak fűnyíról a pénze és egyebek. Tehát valahol azért meg kellene találni, én azt gondolom, hogy a jó egyensúlyt, de hát remélhetőleg ebben az irányba fog elmozdulni az ország. Csak mint egy kis morális különbséget akartam bemutatni. Még egy példát hoznék föl vásárlással kapcsolatban. Ez érdekesség és meg hasznos tudnivaló is. Itt, hogyha bármit vásárolunk, legyen az műszaki eszköz, televízió, konyhai eszköz, vagy ruházat,
bármit vásárolunk az üzletbe, 28 napunk van rá, 28, tehát 4 hetünk van arra, hogy meggondoljuk magunkat. Tehát ha én meggondolom magamat akár egy fehér neművel kapcsolatban, vagy egy inge, vagy egy televízió, vagy bármivel, hogy mégse tetszik, mégsem az, amire gondoltam, 28 napon belül az eredeti csomagolásba visszarakom és visszaviszem, és azt se kérdezik meg tőlem, hogy miért vittem vissza, hanem örömmel visszaadják a pénzt, és mint jó vásárlóval foglalkoznak tovább. Tehát megint miről van szó? Ugye bíznak abban, hogy nem azért fogom visszavinni, hogy visszaéljek vele, meg tönkre tegyem, vagy valami, hanem jó indulat, tehát tényleg, ha nem jó, akkor visszaviszem, nem arra gondoltam, amit szerettem volna. Tehát megint csak azt gondolom, hogy morális kérdés, hogy hát ezt ránk merik bízni, hogy őszintén 28 napunk van rá, és nem fogjuk csak azért visszavinni, hogy közben lemásoltuk a CD-t, a DVD-t, és bármi más csináltunk, hanem jogosan, és ebben ők partnerek, tehát nem fognak ránk rossz szemmel nézni. Magyarországon volt valamilyen apró dolog, amit miatt megkérdeztem, hogy hát ha valami történik, visszahozhatom-e, és hát majdnem leordította a fejemet az eladó, hogy képzelek ilyet. Kifizetem, tetszik, nem tetszik, meg kell tartanom, hogyha nem jó, akkor tönkre megy, akkor vigyem el a szervizbe, ők innentől kezdve nem foglalkoznak az egésszel. Tehát körülbelül ez volt a magyar hozzáállás, ami néhány év után ugye nekem szokatlan volt, akkor nem, amikor benne éltem, csak ugye most már látom, hogy ezt lehet azért így is csinálni, úgyhogy ha itt élsz, akkor legyen meg ez a nyugalmat, hogy tartsd meg a blokkot, eredeti csomagolást, és akkor ha van szükséged rá, akkor élj a lehetőséggel. Hát ígérem, nem húzom már az idődet tovább, csak még egy gondolat, hogy gyakorlatilag hogyan ítélhetnek meg minket azok az ismerősök, barátok, rokonok, akik közül eljövünk külföldre. Ne félj attól, hogy rossz szemmel néznek rád, megjegyzéseket tesznek. Én elmondom neked őszintén, hogy amikor autóvezető oktató lettem, hazalátogatva Magyarországon az egyik kedves rokon megjegyezte, hogy hát a diplomáddal és az eddigi tapasztalatai munkáiddal, hát ez nem ciki, hogy most csak autóvezető oktató leszel. Ugye, hogy lehet szeretni az ilyen rokont. Én azt gondolom, én sose szégyeltem, amikor csak egy bárba kezdtem el mosogatni, pakolni, kiszolgálni. Tehát valahol el kell kezdeni. Én amikor megérkeztem, két táskával érkeztem én is, tehát 3 éven keresztül kerékpároztam, annak ellenére, hogy Magyarországon folyamatosan céges autóim voltak, magánautóim, de nem szégyeltem. Tehát te is, hogyha megérkezel, akkor ne legyen benned rossz érzés, hogy most visszaléptél, vagy valami. Nagyon örültem neki, és nagyon nagy élmény volt, hogy el tudtam jutni az olimpiára. Nyilván nem ezzel kezdi az ember, de szépen lassan, ha dolgozunk, ha elkezdünk valamit, és befektetünk, és nem csak nyafogunk, akkor azért előre lehet lépni, és lehet vele haladni. Higgyétek el, hogy érdemes, kitartáson múlik az egész. Nyilván kell hozzá szerencse is, de én mindig azt mondom, hogy csak a kemény munka létezik, és szerencse az persze kell hozzá, de ne mutogassunk, és ne tegyük fel a kezünket, hogy nem volt szerencsénk, tegyünk meg mindent érte, és akkor sikerülni fog. Hát nagyon örülök neki, hogy a sok kérdésre remélhetőleg választ tudtam adni. Nyilván, ha további kérdésed is van még, akkor küldjetek e-mailt, vagy küldjél e-mailt, hívjál föl, nyugodtan válaszolok rá. Ne felejtsd el megnézni az előző 3 videómat, tehát ha rámész a YouTube saját csatornámra, akkor ott meg tudod őket nézni. Mindenféle videók vannak ott, úgyhogy jó szórakozást kívánok hozzá. És akkor tartsuk a kapcsolatot, és amint mondtam, ismerős barát, nyugodtan jelentkezzen, adjon hozzá Facebookhoz, és akkor őt is tájékoztatom. Már ennyi volt, remélem élvezted, és akkor hamarosan találkozunk. Minden jót neked. Szervusz!